Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytassuk a bevezetés a programozásba tárgyat, mégpedig az ötödik fejezettel. Hibákról fogunk beszélni, illetve hogy milyen típusú hibák vannak, és ezeket a hibákat hogyan tudjuk hát elkerülni, javítani, kezelni. Ez a mai téma, illetve erről szól a mai fejezet, amit föl kell dolgoznunk, át kell beszélnünk. Kezdjük is el! Itt is vagyunk, ismét egy kis prezentációval kezdünk, csak hogy fölvezessük a témát, és utána természetesen programozni is fogunk. Szóval hibákról fogunk beszélni, itt van egy kis tartalom, nyilván átbeszéljük a hibatípusokat, hogy milyen hibaforrások lehetnek, beszélünk ezekről az argumentumokról, hogy ott hogyan tudjuk jelenteni meg detektálni a hibákat, majd el fogunk jutni egy modern megközelítéshez, olyan értelemben, hogy amit érdemes használni, ez a kivételkezelést. Majd röviden fogunk beszélni a debugolásról és tesztelésről is, de tényleg csak röviden, mert ezekről lesz igazából külön tárgyatok, tesztelésről szerintem biztosan, de szerintem a debugolásról is fogtok sokat tanulni. Ez a mai menü tulajdonképpen. Na és akkor a hibák kapcsán itt rögtön egy idézettel kezdenék, hogy Maurice Wilkins mondta ezt, hogy arra jöttem rá, hogy életem nagy része innentől kezdve a saját hibáimnak a javítása lesz. Hát ez így a programozó életével valamilyen fajta analógiát is jelenthet, illetve lehet ilyen analógiát húzni a programozó életével. Sok idő a hiba kezelés, hiba javítás. Nyilván programozunk, és akkor hibák vannak. Ez teljesen természetes, nincs ezzel semmi gond, emberek vagyunk, hibákat követünk el. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan kezeljük ezeket a hibákat, és hogy mit tudunk tenni, hogy minimalizáljuk. Hát első körben az, hogy tervezzük úgy a programot, hogy minimalizáljuk ezeket a hibákat. De ez azért így nem egyszerű, tehát kimondani egyszerű, de azért nem egyszerű a dolog. Főleg most így, még az elején azért ezt nehéz úgy elképzelni, hogy hát hogyan lehet úgy tervezni egy programot, hogy ne legyen benne hiba, hát mi nem írjuk meg egyből úgy, hogy minimalizáljuk. Később fogunk erről beszélni, hogy milyen tervezési szempontok jöhetnek itt elő. Ami mégis belekerül hiba, persze ez benne van, azokat nyilván javítsuk, és akkor itt jön képbe ugye a debugolás, illetve a tesztelés. Ezekre majd mutatunk pár tippet, pár javaslatot, hogy hogyan is érdemes ezt véghez vinni, hogyan érdemes lefolytatni egy ilyen debugolós, tesztelős dolgot, de ahogy mondtam, itt tényleg csak röviden. És illetve a maradék hibák pedig ne legyenek súlyosak. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy azért ti is találkoztok biztos olyan programokkal, játékokkal, amiben vannak hibák, értelemszerűen, és vannak benne olyan hibák, amikről tud a fejlesztő is. Már a fejlesztő cég, aki készíti, de nem tudja javítani. Nem valószínű, hogy azért, mert ne lenne rá meg a kapacitása. Valószínű olyan hibák, hogy nem éri meg javítani. Most mondok egy egyszerű példát, ott van mondjuk egy játék, a League of Legends, és van egy hős, ami ilyen full bugos, tehát teljesen rosszul működik. Azzal lehet, hogy egyszerűbb sokszor azt mondani, hogy vagy kivesszük a játékból teljesen, tehát nem lehet pikkelni, vagy azt mondjuk, hogy hát igen, bugos, problémás, és így akkor a játékosok nem választják azt a hőst. Ilyen is van. De akár más játékokra is mondhatnánk, de nyilván itt most én nem akarok ebbe belemenni, tehát ez nem arról szól, hogy most közösen itt akkor leülünk, azt fikázzuk a játékfejlesztőjét, mert nem erről van szó. Ezek sokszor pénzügyi megfontolások is, mondjuk ránéznek a statisztikára, hát az idő, a gamerek körülbelül 0,01%-a pikkeli ezt a hőst, üljünk-e neki kijavítani, hát nem éri meg. Lehet, hogy mondjuk belekerülne ilyen 3-4 ezer programozói órába, most ez az, hogy mit tudom én, 100 programozó dolgozik rajta 3 napot, egy nagyon kisarkított példával, egész egyszerűen nem éri meg. Tehát ami pénzbe ez belekerül, nem éri meg. Jó. Ilyen is van, meg nyilván olyan is, hogy annyira mélyen struktúrált hibáról van szó, tehát olyan strukturális problémára, hogy teljesen át kéne alakítani azt a játéknak azt a részét, és inkább nem nyúlnak hozzá.
Ilyen is van, ilyen is előfordul. Ugye ez, hogy ne legyen súlyos a hiba, nyilván ne game breaking bug legyen, tehát ez nagyon fontos, de tudjanak róla a játékosok, vagy egyéb szoftverek esetén tudjanak róla a userek, hogy igen, benne van az a hiba, tegyük közzé, hogy igen, tudunk róla, ne használja, vagy ne úgy használja azt a programrészt. Ilyen is van. Jó. Aztán majd a játék második részébe kijavítjuk, vagy tényleg csak benne marad, és ennyi. Vagy majd azt a lolba, azt a hőst újra tervezik, és akkor szokott lenni ilyen, hogy ugyanazt a hőst kiadják, csak teljesen felújítva, teljesen átalakítva. Jó. Hát, mondom, ilyen példának szerintem ez úgy megfelelő. Oké, és akkor itt van még egy ilyen szám, hogy a hibák keresése és javítása egy szoftverfejlesztési folyamat kb. 95%-a. Hát, ez egy ilyen becslés, akár még helyén való is lehet. Nyilván kisebb programoknál, amiket például ti írtok azért, ennél jobb ez az arány, tehát nyilván azért, ha tehetjük, ne tegyünk, tehát figyeljünk oda már, amikor írjuk, főleg ezeket a kisebb programokat, amit itt az elején készítünk. Ez lehet jobb, vagy rosszabb, főleg, hogyha lusták vagyunk, de erre azért figyeljünk oda. Jó, és akkor a programunknak mit kell, minek kell megfelelni, főleg itt DevProgon, itt az elején, hogy mire figyeljünk. Minden jó inputra írja ki a megfelelő eredményt. Jó, tehát ha valami jó inputot írunk be, tehát mondjuk ha számot kell beírni, számot írunk be, ha szöveget kell beírni, szöveget írunk be, akkor megfelelő eredményt produkáljon. És írja is ki, nyilván. A második dolog az, hogy ha rossz inputot írunk be, akkor írjon ki egy hiba üzenetet, tehát ha számot kell beírni, és a user szöveget ír be, akkor írjon ki egy hiba üzenetet. Jó. Hát szerintem ezzel már azért találkoztunk, valamelyest már azért foglalkoztunk ezzel, de most kicsit ebben mélyebben belemegyünk. Nyilván itt most nem kell foglalkozni se a hardware-rel, se az operációs rendszerrel, tehát az, hogy nem úgy működik, ahogy kéne. A valóságban azért erre is valamelyest föl kell készíteni a programokat, hogy bizony az operációs rendszer is csinálhat butaságokat, illetve működhet rosszul. És hát nyilván előfordul, hogy a hardware működik rosszul, most például egy ilyen webkamera nem úgy működik, ahogy kéne, vagy a mikrofonnal van valami gond, vagy a kijelzővel van valami gond. Ezeket is valamilyen szinten le kell tudni kezelni, nyilván ez se a végtelenségig, mert most minden egyes hardware eszközre nem lehet fölkészíteni, de azért valamilyen szintű hibakezelésre itt is kell majd készülni, de nem most itt DevProgon. Jó? Tehát nem itt most. És akkor a másik az, hogy megfelelő lesz itt nekünk az, hogyha hiba esetén kilép a program, tehát itt DevProgon ez alapvetően teljesen rendben van. Később ez nyilván nem elfogadható, tehát ez nem lehet, hogy mondjuk készítesz egy Android alkalmazást, elkéred a user e-mail címét, erről beírja a születési dátumát, ami simán benne van, és a program kilép. Nyilván hiba üzenetet kell kiírni a usernek, hogy ez valami nem oké, hogy írja be újra, tehát az később nem lesz jó, hogy kilép a program. Most még belefér, most még elfogadjuk, főleg amíg ilyen egyszerű kis parancsoros programokat írunk. Jó, rendben van. Na és akkor milyen hiba források vannak? Hát első körben mondhatnánk a gyenge specifikációt, bár ez azért viszonylag ritkán fordul elő, ugye, amikor azt tesszük fel, hogy akkor most mit is kéne a programnak csinálni, hogy nyilván ezt azért előre üljünk le, de azért ezt nagyjából szerintem lehet érezni, amikor leülünk programozni, azért már nagyjából tudjuk, hogy mit is akarunk csinálni, tehát hogy mit tudjon a program, mit csináljon a program. Másik ugye az, hogy még nincs kész a program, tehát félkész. Hát ugye ez a klasszikus, hogy holnapra meg lesz, hónapra már működni fog főnök. Nyilván félkész programban persze vannak hibák, ez természetes. Akkor ugye az, hogy rossz argumentumokat adunk át a függvénynek, tehát rosszul használjuk a library-t. Itt egy példa a square root függvény, tehát a négyzetgyökvonás függvény, hogy annak nyilván nem mínusz egyet kéne átadni paraméterül, meg hát úgy alapvetően nem negatív számot. Valószínű a square root-ban van hibakezelés, tehát ebben a konkrét függvényben, most ezt így fejből nem tudom, de lehet, hogy az már eleve ír ki hibát, ha negatív számmal hívjuk. De ilyet ne csináljunk nyilván, tehát erre megint csak oda kell figyelni. Erre nézzünk példát rögtön itt az elején, egy kis példaprogramban rögtön ezt meg fogjuk nézni.
Jó, a másik ugye a rossz input, és akkor itt ugye, hogy a usernek számot kellett volna beírni, már utaltam korábban, hogy elkérjük a születési dátumát, erre beírja a mai dátumot, vagy a születési helyét. Ezeket le kell tudnunk kezelni, akár application logic-kal, tehát program logikával, tehát az, hogy a programunk hogy működik, vagy tényleg megfelelő hiba üzenetekkel. És akkor tényleg az, hogy a kis Android programunk kirak egy kis ablakot, és írja, hogy hát itt valami nem oké, írd be rendesen, vagy próbáld meg újra, vagy ilyesmi. Tehát ezekre le kell tudnunk kezelni. Jó, illetve a másik az, hogy a kód nem azt csinál, amit kellene. Tehát valamilyen szemantikai hibát vétettünk, ezekről fogunk beszélni, ezeket nyilván ki kell javítani, hogy működjenek. Oké is. És akkor milyen egyéb megközelítésű hiba, tehát milyen hibatípusok vannak, és itt ott hagytam az angol nyelvű megfelelőjét is. Ugye vannak ezek a compile time vagy fordítási hibák, és akkor itt előjönnek a nyelvi hibák, típus hibák. Hát ezek közül már ti is sokat vétettetek. Héten laborokon azért láttam rengeteg ilyet, hogy milyen hibák vannak. Fogunk erről pár szót beszélni. Lemarad a pontos vesző, lemarad a zárójel. Mindjárt nézzünk pár ilyen konkrét példát erre. És akkor milyen egyéb hibák, ugye ilyen linkelési hibák lehetnek, ezekre szerintem kedden fogunk majd példát nézni, hogy ott mik jöhetnek elő, mikor külső library-ket próbálunk összekapcsolni, például a STD-lib facilities header-t próbáljuk belinkelni, és ott valami hiba van, ezek később fognak jobban előjönni. A másik ilyen runtime hiba, vagy futás idejű hiba, tehát ami futás közben történik. Ezeket vagy detektálja a gép, konkrétan a számítógép, tehát valamilyen crash vagy valami egyéb probléma kapcsán, tehát egyszerűen összeomlik a program. Hát ez nem a legjobb megoldás, maradjunk annyiba. Akkor lehet ilyen, hogy egy library detektálja valamilyen kivétellel, erről fogunk majd beszélni ilyen exception handling kapcsán. Illetve lehet olyat is, hogy user code detektálja ezeket a hibákat. Ahogy mondtam, például a user rossz inputot ír be, és akkor ezt próbáljuk detektálni, próbáljuk nézni, hogy itt valami nincs rendben. Oké. Illetve vannak logikai hibák, hogy fut a kód, tehát lefordul a program, fut a program, csak nem jó eredményt ad. Tehát nem azt az eredményt adja, amit kellene. Ezeket hívjuk szemantikai hibáknak, vagy logikai hibáknak, hát alapvetően ezeket a legrosszabb, pontosabban a legnehezebb kezelni és javítani, de fogunk erre is példát nézni már most is. Oké. Jó, és akkor nyilván ellenőrizzük a bemenetünket, tehát egyrészt a függvény paramétereinket, meg a bemeneti adatainkat, hogy azok rendben vannak-e, azok hogyan néznek ki, és hogy azokat kezeljük mindig első körbe megfelelően. Jó, hát úgy röviden, tömören így felvezetésnek ennyi. És akkor itt most elkezdünk egy kicsit programozni. Írunk egy egyszerű ilyen kis függvényt, ami kiszámol valamilyen területet. Tehát ez lesz az első ilyen kis programozó feladatunk. Nézzük is meg ezt a kis példát. Ezzel fogjuk ma kezdeni, hogy készítünk egy ilyen kis területszámoló függvényt, és akkor ebbe fogunk hibakezeléseket nézni, illetve az, hogy milyen hibakezelési megközelítések vannak. Kezdjük az alaptól, és szépen lépegetünk előre a egyre jobb és jobb közelítés felé, illetve hibakezelési megoldás felé. Majd látni fogjuk, hogy igazából egyik se tökéletes, nyilván. És egyre nehezebb és nehezebb dolgunk lesz ezt kivitelezni, de érdemes megnézni a különböző megközelítéseket, mert nagyon sokféle dolgot látunk, a valóságban nagyon sokféle forráskód van. Nézzük is. Első körben el is mentem, hogy meglegyen. Hát, legyen ez egy sima ilyen runtime error. Mert hogy ez tulajdonképpen egy ilyen futási idejű hibára lesz példa. Ugye igyekszek majd nem véteni fordítási hibákat, de hát azokat a fordító detektálja, és azokat rögtön tudjuk javítani. Na, és akkor itt is vagyunk.
Pillanat, türelmet, csak be kell még tennem a kurzus headert, hogy az is meglegyen. Jó. Oké, és itt is vagyunk. Jó, de és akkor hogyan nézzen ki ez a függvényünk? Hát, ugye itt megint csak sokféle, hát hogyan lehet területet számolni, mondjuk egy T-alap területét, ugye A szor B, nagyon egyszerű. Ugye itt már rögtön mondhatnátok, hogy miért integer a visszatérési érték, miért integer a paraméter. Hát most egyelőre elégedjünk meg ezzel. Oké, és egész egyszerűen csak adjuk vissza a két számnak a szorzatát. De úgy, hogy ne írjuk el, persze. Length with, oké. És akkor hogyan tudjuk ezt használni? Hát nagyon egyszerű. Egész egyszerűen meghívjuk. Meghívjuk a függvényt valamilyen XY értékre. Jó, és akkor ez szépen a paraméterek átadódnak. De mi legyen ez az XY? Hát ez legyen megint két szám, mondjuk 2, és mondjuk 4, csak tényleg ilyen nagyon egyszerű kis valami. Oké. És akkor csináljuk már azt, hogy elkérjük a eredményt. Hát ne result legyen, hanem area 1. És tároljuk is el ebbe az area 1 változóba. És természetesen csak, hogy lássuk is, az eredményt írjuk ki ilyen nagyon egyszerűen. Jó. Tehát mi történik? Fölveszünk itt két kis változót, adunk neki 2 és 4, majd erre a két változóra meghívjuk az area függvényt. Ugye ez a két érték itt átadódik a paraméterbe, tehát a length és a width paraméterbe. Ugye ez 2 lesz, ez pedig 4, és ugye 2x4 az 8, itt pedig ezt kiszámoljuk, majd visszaadjuk. Jó, ez az érték itt meg fog jelenni a hívási helyen, és értékül adjuk ennek a integer változónak. Majd szépen kiírjuk. Hát ilyen nagyon kis egyszerű program, de azért nézzük meg, hogy tényleg így működik-e. Jó, lefordul, és le is fut, és azt az eredményt adja, amire számítottunk. Na, rendben van. Nyilván itt nem kötelező használni változókat, tehát ezt hívhatjuk így konstansra is. Ezt így alá fogom írni. Copy-paste az mindig jó barát, csak oda kell figyelni, hogy ne a hülyeséget másoljuk. Tehát ezt hívhatjuk így konkrét értékre is, igazából. És akkor ha az area 2-t írjuk ki, akkor ez elvileg ki kell, hogy írjon nekünk 18-at. Jó. És hát látjuk, hogy ez így rendben is van, ki is ír nekünk 18-at. Jó, rendben van. Na, ugye ezek így ilyen alapműködés, tehát ez alapvetően jól működik most nekünk. Úgy erre is számítanánk, és tök boldogan hátra is dőlünk, hogy írtunk egy tök jó területszámoló függvényt. Na igen ám, csak itt jönnek a problémák, illetve jöhetnek a problémák. Ugye mi van akkor, hogyha a user mondjuk ilyen tört számokra szeretné ezt meghívni, tehát nyilván azért a valóságban ez előfordul. Nyilván az, hogy van egy téglalapunk, az nem biztos, hogy kerek oldal hosszúságú, tehát lehet az 3,5 cm, vagy 8,6 cm, vagy ilyesmi. És akkor ugye itt jön képbe az, hogy látjuk, hogy nem kaptunk se fordítási időbe hibát, se futási időbe hibát. Jó? Tehát látjuk azt, hogy a programunk simán lefordult, le is futott, és adott egy eredményt. Na de 3,5x6, az nem 18. Ugye az mennyi? Az 18, az 21, ha jól számolom. Nekünk mégis 18-at írt ki. Jó. Mi történik ilyenkor? Ezekben a C++ jellegű nyelvekben, hát konkrétan ezen a két nyelven, ugye amikor egy tört számot
egy nem egész számot adunk értékül egy integernek, akkor egész egyszerűen annyit csinál, annyi történik, hogy ezt a részt levágja. Jó? Tehát minthogyha ott se lenne, és igazából csak a 3-at fogja értékül adni ennek a változónak. Lehet, hogy erről már beszéltünk. Ha igen, akkor itt most jó volt föleleveníteni még egyszer. Jó? Tehát ez egy klasszikus ilyen típushiba, tehát az, hogy rosszul használjuk a típusainkat. Jó. Hát igen, ez az egyik legnehezebb, amit lehet detektálni. Nyilván erre oda kell figyelni, hogy jól használjuk. Nyilván ennél van egy egyszerűbb megközelítés, ez csak azért írom föl, mert a könyvbe is benne van. Hát nyilván ez gondolom triviális, hogy ilyet nem tudunk csinálni, tehát ne betűvel írjuk be, de ez egyébként rögtön írja is nekünk, hogy itt valami nincs rendben, tehát nem jól használjuk, erre legalább fölhívja a figyelmünket. Jó? Mit ír itt nekünk, hogy egy konverziót akarunk karakter, pointer és int között. Jó? Az, hogy ez most miért karakter, pointer, abban majd később fogunk belemenni. De látjuk, hogy itt már rögtön írja nekünk a hibát. Tehát ez legalább működik. Jó. Oké, és mi történik akkor, hogyha a user azt mondja, hogy ez legyen mondjuk mínusz 7? Jó. Hát legutóbbi fizika tanulmányaim alapján ilyet nem lehetne, mert ugye negatív távolság nincsen. De mégis működik. Tehát mégis működik. És kírja, hogy mínusz 21, ami hát nyilván rettenetes, mert ez egy nagyon komoly problémát tud okozni. Mondjuk ezt legalább könnyen észrevesszük. Más kérdés, hogyha ez itt mind a két szám negatív, akkor már nem is biztos, hogy észrevesszük. Jó? Tehát akkor kírja, hogy 21. És mi meg hátradőlünk, és készen vagyunk, rendben vagyunk. Legalábbis azt hiszük, közben a programunk rosszul működik. Jó? Hát nyilván ezeket a hibákat javítanunk kell valahogyan, valahogy föl kell készítenünk erre a programunkat, és akkor egy pillanatra még fölvillantanám itt a prezentációt, hogy látjuk, hogy itt ugyanezekre ír példát, hogy itt beírja megint csak, hogy 7, akkor itt ilyen beír ilyen tört számot, beír egy negatív számot, és látjuk rögtön, hogy ezek komoly problémákat tudnak okozni, még ez a legegyszerűbb egyébként, mert itt a fordító szól egyből, hogy ilyet ne csináljunk. Ugye a másik az, hogy csak egy paraméterrel hívjuk, ezt is megmutatom, igazából ez is az egyszerűbb eset, mert itt pedig azt írja, hogy túl kevés argumentummal, tehát túl kevés paraméterrel akarjuk hívni ezt a függvényt. Jó? És itt rögtön írja is nekünk, hogy melyik az a függvény, tehát itt hiányzik egy paraméter ebben a konkrét esetben. Jó. Hát itt most visszaírom, hogy onnan induljunk, hogy tényleg jó a programunk. 3x7=21, jó, és most jó is működik, de nyilván látjuk, hogy itt azért valami kis hibakezelést kell eszközölnünk. Na és akkor erre van sokféle megoldás. De még mielőtt belemennénk, készítsünk már még egy függvényt, ami igazából csak annyit fog kiszámolni, hogyha van egy ilyen plusz kis keretünk, mondjuk van egy téglalapunk, és annak van egy kerete, akkor a kereten belüli területet számolja ki. Szoktak ilyet csinálni, most egyelőre csak csináljunk annyit, hogy ez adja vissza azt a területet, ami kettővel kisebb, mint amit paraméterről átadunk neki, tehát két egységgel kisebb, mint amit itt paraméterről átadunk. És akkor ezt is úgy tudjuk használni, mint a area-t tulajdonképpen. Framed area 1 legyen mondjuk, és itt pedig ezt a keretest hívjuk. Mondjuk először legyen, hívjuk így 3-ra és 7-re. Jó. És akkor itt pedig már ezt írjuk ki. Csak tényleg a példa kedvéért most csináljunk egy ilyet. És esetleg még csináljunk egy olyat, hogy kiírjuk ennek az arányát, hogy a kettő az hogyan aránylik egymáshoz. Erre is majd nézzünk egy kis példát, hogy ez miért lehet problémás.
Jó, és itt pedig az Area 1-et osszuk el az Area 3-mal. Nem, a Framed Area-val, bocsánat. Igen, igen, igen. Jó, és ezt is írjuk ki. Jó, oké. Na és akkor nézzük is meg, hogy ez így működik-e. Lefordul. Jó, és akkor le is fut. Na de lássuk, hogy itt mi történik. Jó, rendben van. Na tehát látjuk, hogy itt a frame déliát hívjuk 3-mal és 7-tel. Itt ugye megjelenik a 3 és a 7, tehát az x3 lesz, az y pedig 7. És itt igazából csak hívjuk az alap Area függvényünket, amivel ezt ki tudjuk számolni. És milyen paraméterre hívjuk? Hát 3-2 az 1, illetve 7-2 az 5. Itt visszaadjuk az 5-öt, mert itt 1x5 az 5. Itt az meg fog jelenni, így a framed area is visszaadja az 5-öt, tehát megjelenik itt az 5, mint érték a hívási helyen. Értékül adjuk ennek a változónak, majd kiírjuk, és látjuk, hogy ez itt 5. Jó. Ez eddig szuper. Nézzük akkor, hogy az arány az hogy működik. Ugye van nekünk ez a sima area 1, ez itt 8. Mert ugye itt hát ezt írja ki, ezt számoljuk ki, ez a 2x4, ez lesz a 8. És ha azt elosztjuk a frame area-val, ami 5, hát akkor egyet fog adni eredményül. Ami nagyon furcsa. És akkor itt most kitérnék egy másik ilyen problémás hibára, ilyen típus jellegű hibára, amit sűrűn el szoktak követni. Ugye látjuk azt, hogy az area 1, illetve a framed area 1, az két integer típusú változó. Na most, hogy a két integer típusú változót elosztasz egymással, akkor az eredmény is integer lesz. Jó? Azért, mert ez az osztás operátor, ez így működik. Ez így működik, ez az osztás operátor. Azt kell csinálnunk, hogy az egyik változót, vagy a osztót, vagy az osztandót át kell alakítanunk double-re, tehát double típusúra kell alakítanunk. Ugye, hogyha visszaemlékeztek itt a típus konverziókra, ez nem probléma, hiszen itt most úgymond bővítjük azt a helyet, ahova beszeretnénk rakni a változónkat. Ugye beszéltünk erről, hogy így ilyen ez a narrowing cast, meg tehát ezek a szűkítő típus konverziók, ezek okozhatnak problémát. Ha visszaemlékeztek, amikor integerből alakítottunk egy változót karaktertípusra, és ott az érték már nem fér bele. Na most nyilván, ha itt integerről alakítunk double-re, itt hibát nem követünk el, mert ez bele fog férni. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy ide elírjuk zárójelbe az, hogy double. Tehát az, hogy ez az area 1, ez mostantól kezdve, mindig a régi reflexek, tehát az, hogy a double-t kasztoljuk így, vagy az area 1-et kasztoljuk így double-re, tehát az, hogy elírjuk, hogy double, és zárójelbe tesszük a változót. Jó, de nézzük is meg, hogy akkor ennek hatására mi történik. Ugye megint lefordítjuk, futtatjuk, és akkor látjuk, hogy innentől kezdve már akkor ez eredmény is double lesz. Ugye, mert innentől kezdve ez az operátor, ez nem két integerre fog működni, hanem egy double-re és egy integerre. És így akkor ez az operátor már double eredményt fog nekünk adni, és így ez a arány változó, ez most már jól fog működni. Valahogy ezeket a hibákat jelentenünk kéne, és akkor itt kétféle megközelítés lehet. Ugye vagy az, hogy a hívási helyen próbáljuk detektálni a hibát, vagy a függvénybe próbáljuk detektálni a hibát. És első körben akkor nézzük már meg azt, hogy ha a hívási helyen akarjuk. Hát szerintem elmentem ezt egy új néven, csak hogy legyen egy olyan pontunk, ahol még minden működik. Hogy itt próbáljuk azt megnézni, hogy ami paraméterekkel próbáljuk hívni az area függvényt, azok jók-e. És akkor erre nézzünk egy kis példát. Tehát mondjuk nézzük meg azt, hogy pozitív számokra hívjuk-e.
Tehát mondjuk, ha x kisebb, mint, hát kisebb, egyenlő, mint nulla, vagy ugye az y kisebb, egyenlő, mint nulla, mert ugye a nulla se szerencsés, mert mi számolnánk területet nulla oldal hosszúságra, akkor hívjuk ezt az error függvényünket, erről majd fogunk beszélni, és akkor írjuk ki, hogy nem pozitív arguments, és ugye ennek az error függvénynek a hatására elvileg ki is lép a programunk, de azért nézzük meg, hogy jól működünk-e. Már a runtime error 2-t fordítjuk, és akkor futtassuk is. Jó. Hát alapvetően itt most jól működik, mert ugye pozitív értékre hívjuk, írjunk be egy negatívat. Jó. Ja, rosszat futtatok, bocsánat. Oké, runtime error 2-t kell futtatni. Jó, és itt rögtön kiírja nekünk, hogy itt dob nekünk egy kivételt, majd erről fogunk beszélni, hogy itt egy non-pozitív argument, itt a hibát ki is írja nekünk. Jó, tehát alapvetően ez jól működik, na most azért próbáljuk ki, hogy pozitív számra rendben lesz-e. Oké, runtime error 2, így van, és akkor itt ez, mivel pozitív számra hívtuk, ezért működik is, tehát szépen lefut, és nem ír hibát. Jó, oké. Na hát ez egyféle megközelítés, viszont ezt azért nagyon nehéz így szisztematikusan csinálni. Tehát most csak gondoljunk bele abba, hogy mondjuk ezt az éria függvényt használjuk a programunkba 5000-szer. Most csak mondok valamit, ez azért nem biztos, hogy olyan ördöngi nagy szám lenne. Most gondoljatok bele, mondjuk játszatok valamilyen FPS játékkal, és ott a golyó röppáját kell számolni valamilyen függvénybe, és akkor nyilván ott paramétereket adsz át, hogy éppen hol van, tehát honnan lőttél, milyen szögbe állt a fegyver, stb. És akkor minden egyes alkalommal ezeket a paramétereket le kéne tesztelni, mielőtt lősz. Jó, feltételezzük, hogy ott rossz paraméterek nem adódhatnak át, mert valahol vagy a térképen, meg ilyesmi. Tehát ezt nagyon nehéz így szisztematikusan csinálni. Jó? Úgyhogy ezt nem is szoktuk így csinálni. Ezt be is teszem így kommentbe, hogy ne legyen így itt. Jó? Tehát ezt azért ritkán szoktuk csinálni. Tehát nem szoktuk ezt így csinálni. Jó. A másik megközelítés itt a függvény argumentumok ellenőrzésére az, hogy maga a függvény ellenőrzi, és akkor itt tudunk egy ilyet tenni, hogy még mielőtt kiszámolnánk, azelőtt megnézzük, hogy a paraméterek azok pozitívak-e. Jó? És akkor tulajdonképpen ez alapvetően ugyanaz, mint az előbb. Csak itt most annyi a különbséggel, hogy itt fogjuk ezt ellenőrizni ebbe a részben. Jó. Na most nyilván, hogyha itt a függvényben ellenőrzünk, itt megint csak van két különböző megközelítésünk. Vagy azt csináljunk, hogy visszadunk egy hibakódot, vagy beállítunk egy ilyen hibakódot, úgymond. Na most a kettő között igazából jelentős különbség nincsen. Mondjuk itt tudunk ilyet, hogy visszaadunk egy olyan értéket, ami biztosan nem lehet. Jó, tehát itt egy olyan rossz értéket adunk vissza, ami biztos nem lehet. Ugye a terület mínusz egy nem lehet. Jó, legalábbis én fizikából nem, tehát én úgy tanultam, hogy egy terület nem lehet negatív, de ha van itt egy fizikus, aki ilyen nagyon elvon dolgokat tud, akkor az majd javítson ki, ha tévedek. De terület nem lehet negatív. Tehát adjunk vissza egy rossz értéket. Na most, nyilván, hogyha visszaadunk egy rossz értéket, akkor azt valahol ellenőrizzünk, mondjuk ellenőrizzünk itt. Jó? Hívjuk itt a függvényt, mondjuk teszem azt, itt hívjuk mínusz 2 és 4-re. Ugye, akkor ez a két érték meg fog jelenni itt, és szépen átadódik itt. Tehát itt a length az mínusz 2 lesz, a width pedig 4. Ugye? Na most ezt itt szépen ellenőrizzük, ugye rögtön itt látjuk, hogy a length az kisebb lesz, mint
0, tehát belépünk ebbe a részbe, és itt a függvényünk ezzel az utasítással visszaadja a mínusz egy értéket, ugye ez a return mínusz egyel, és ez meg fog jelenni itt a hívási helyen, tehát itt az éria egynek az értéke az mínusz egy lesz. Na most itt akkor tudjuk azt csinálni, hogy ellenőrizzük le ezt az értéket, mondjuk egy simán ennyivel, vagy kisebb, mint nulla, akkor dobjunk egy hibát. Ugyanúgy, hát itt most kikopipésztem megint csak ezt a kis hiba üzenetet. Tehát kapjuk el itt úgymond a hibát, tehát kezeljük itt a hibát. Jó. Tehát még egyszer mi történik? Látjuk, hogy itt mínusz 2 van, itt pedig 4. Hívjuk ezt a függvényt erre a két értékre, mínusz 2-re és 4-re. Ez a két érték itt a paraméterek között meg fog jelenni, itt a aktuális paraméter listába, és szépen itt ez már is látni fogja a hibát, már is el fogja kapni a hibát, már is kezelni tudja a hibát, és itt simán csak visszaadunk egy mínusz egyet. Jó? Semmi más egyebet nem csinálunk, az éria függvény visszatér mínusz egyel. Itt a hívási helyen megjelenik ez a mínusz egy érték, és értékül adjuk ennek a változónak. És akkor innentől kezdve ezt már meg fogjuk nézni, meg tudjuk nézni, hogy ha ez az éria kisebb, mint nulla, akkor rögtön kezeljük ugyanúgy, ahogy az imént. Na de nézzük meg, hogy működik-e. Lefordul, le is fut, és látjuk, hogy rögtön itt adja nekünk a hibát, ez az error függvény, ez szépen itt kiírja. Jó, okés. De azért ellenőrizzük le, hogy jól működik-e, hogyha pozitív számra használjuk. Ez a biztos, ami biztos. Jó, hát igen, itt látjuk, hogy kiírja, hogy a terület az 8, meg nyilván a többit is, de az most nem igazán nyúltunk hozzá. Jó. Ez is egy megközelítés. Ez az, amikor az történik, hogy a hívott fél kezeli úgymond a hibát, tehát a függvényben kezeljük a hibát. Igazából itt az, hogy visszaadunk egy ilyen úgynevezett error kódot. Jó, tehát visszaadunk egy ilyen error kódot, és ezt az error kódot itt kezeljük. Itt nézzük meg, itt ellenőrizzük, ez az éria, ez jó-e. Na most itt megint felvetődik egy probléma, nevezetesen pedig az, hogy mi van akkor, hogyha elfelejtjük ezt az ellenőrzést. Ugye alapvetően ez itt rendben van nekünk már abban az értelemben, hogy igen, persze ezt a feltételt kell nézni, úgymond, hogy biztos nullánál nagyobb legyen a paraméterünk. Tehát ez itt rendben van, de mi van akkor, hogyha ezt itt elfelejtjük? Úgy vagyunk vele, hívjuk a függvényt, biztos jó az, simán benne van, és simán előfordulhat, hogy ezt elfelejtjük. Hát látjuk, hogy akkor igazából nem történik semmi, főleg, hogyha jó értékre hívjuk. De nézzük meg, hogy látjuk, hogy akkor nem kapjuk el a hibát, nem látjuk a hibát, jó? Tehát simán kiszámolja, hogy jön a mínusz 1, a mínusz 2, ráadásul itt valami fura érték is jött most. Jó, tehát látjuk, hogy ja igen, hát nyilván mínusz egyet adunk vissza, tehát mínusz egy lesz az érték, amit visszaad. Jó, tehát elfelejtjük ellenőrizni, simán benne van a pakliba, én tipikusan el szoktam felejteni ezeket ellenőrizni. Jó, van egy másik megközelítés, és ezt C-ben nagyon sokat használják, ezért is akarom megmutatni, hogy mondjuk beállítunk egy ilyen úgynevezett error kódot, és akkor nézzük meg ezt, hogy van itt kint egy ilyen globális változónk, mondjuk legyen ez a error ID number, csak hogy ilyen diszkréten és szolidan nevezzük el, és itt annyi lesz a különbségünk, hogy nem visszaadunk egy mínusz egyet majd itt, hanem ezt a error kódot fogjuk beállítani. Viszont itt egy kicsit ketté tudjuk szedni a dolgot, talán ennyivel előrébb vagyunk, hogy itt külön tudjuk kezelni azt, hogy mondjuk a szélesség, vagy mondjuk a hosszúság az, ami rossz. És itt történjen annyi, hogy ezt az error kódot, ezt állítsuk be mondjuk kettőre,
csak mondok valamit. Ha pedig a szélességünkkel van probléma, tehát az kisebb, mint nulla, akkor meg állítsuk be 3-ra. Jó? Egyébként pedig adjuk vissza a szélességszer a magasságot. Na és akkor ezt hogyan tudjuk kezelni itt a hívás helyen, mert ez megint csak itt kell tudnunk kezelni. Ugye itt hívjuk a függvényünket, most itt ezt a sok salátát most már szerintem inkább kitörlöm. Tehát látjuk, hogy itt hívjuk a függvényünket, ugye ezt az éri a függvényt. Most nyilván ez át is fog adni valami értéket, ki számolódik, és nyilván itt egy érték meg is fog jelenni. Oké. Okay. Na de még mielőtt használnánk is ezt az értéket, ellenőrizzük le, hogy ezek a hibakódok úgymond beálltak-e valamilyen értékre. Ami egész egyszerűen annyi történik, hogy megnézzük, hogy ez például 2-e, és ha 2, akkor kezeljük a hibát. És itt már tudunk különbséget tenni, hogy itt mondjuk ez egy nem pozitív hosszúság, nyilván mert itt arra az állapotra, arra az értékre állítottuk be ezt, ami a nem pozitív hosszúság kapcsán elő kell, hogy jöjjön. Tehát itt nem pozitív a hosszúság, ha pedig 3, akkor az pedig azt jelenti, hogy nem pozitív a szélesség. Jó. Tehát akkor pedig ez a hiba fog előjönni, és erre a hibára kell tudnunk kezelni. Jó. Na de nézzük meg, hogy működik-e. Így van. Na látjuk azt, hogy itt -2-t adtunk át x-nek, és itt az x az a hosszúság. Na most ezt a változót akkor emiatt 2-re állítjuk, tehát ezt a mi kis error kódunkat beállítjuk 2-re, és itt a hívási helyen, nyilván a függvény visszatérése után megnézzük, hogy ez 2-e, és igazából látjuk, hogy itt a hiba üzenetben azt írja ki a programunk, hogy nem pozitív a hosszúság. Jó. Tehát alapvetően jól dolgoztunk. Na most javítsuk át, hogy mi van, hogyha itt mondjuk -4, tehát mondjuk ha a szélesség van, ellenőrizzük le azt is. Jó. Hát egyelőre jól működik, mert itt pedig kiírja, hogy nem pozitív a szélesség. Oké. De nézzük meg azért azt is, hogy ha jól használjuk, akkor is jól működik-e. Így van, akkor jól működik, mert akkor szépen kiszámolja. Na, ez is egyfajta megközelítés. Itt megint az történik, hogy ugye a függvénybe ellenőrzünk, viszont itt most nem hibakódot adunk vissza visszatérési értéknek, hanem beállítunk egy ilyen státusz, vagy error kód, vagy valami ilyesmi jellegű változót. Egyébként C-be széles körűen használják ilyen rendszerhívásoknál, tehát ilyen operációs rendszerfüggvényeknél általában ez szokták használni. És ezeket kell ellenőriznünk a függvény hívása után, hogy esetleg valamilyen hibakód beállítódott-e. Na most, mi a probléma ezzel? Ugye egyrészt megint előjön az a probléma, hogy mi van, hogyha ezt elfelejtem, ugyanúgy, mint az imént, mi van, hogyha elfelejtem ezt ellenőrizni, tehát egész egyszer nem nézem meg. Ugye akkor semmiféle hiba üzenetet nem kapok, megint ugye kiírjuk, ugye, és a program fut tovább, és valamilyen hibák fognak itt létrejönni. Pontosabban ilyen futási, tehát szemantikai hibák. Jó, ez az egyik. Másik dolog az, hogy látjuk, hogy ez itt egy globális változó, és hát azért nem nagyon szeretjük az ilyen globális változókat, később majd beszélünk erről a függvények kapcsán pár hét múlva, hogy ezeket nem nagyon szeretjük így használni, mert elég sok problémát tud okozni, névütközések, milyen értékre állítsam be, hogyan ellenőrizzem. Itt ez tud okozni problémát a programunkba. Jó? Úgyhogy ezt nem nagyon szeretjük. Viszont ami nekünk célba van, hát gyakorlatilag ez a legjobb megközelítésünk, ennél sokkal jobbat nem tudunk célba. Sajnos. Jó, rendben van.
Szerencsé, hogy mi C++-ba vagyunk, így fogunk majd tudni mutatni egy sokkal jobb megoldást. Menjünk akkor tovább, és nézzük meg, hogy itt ez a frame déria, ez mi is, meg hogyan is néz ki. És akkor picit ezzel is foglalkoznánk. Ugye látjuk azt, hogy itt igazából csak annyi történik, hogy ugye ahogy mondtam, hogy a körvonalunk belüli területet fogja, hát most ha a körvonalunk kettő egység széles, akkor tudjuk ezt használni. Ugye ez megint okozhat itt problémákat. Nevezetesen pedig azt, hogy mondjuk mi van, hogyha ezt a frame dériát így hívjuk kettőre. Ugye látjuk azt, hogy akkor itt kivonunk kettőt, akkor ez nulla lesz, nullára hívjuk az ériát, mondjuk itt legalább van valamiféle hibakezelés, de ez így nagyon-nagyon-nagyon zavaros megint. És később majd fogunk erről tanulni, hogy alapban nem szeretjük ezeket a úgynevezett magic konstansokat, tehát ezek a mágikus számok, miért kettő? Mi az, hogy kettő? Ugye kicsit korábban beszéltünk erről, hogy mi az a 42. Itt is most, hogy miért van itt ez a 2. És akkor itt megint egy csomó mindent kellene ellenőriznünk, mondjuk itt nem is konkrét konstanst adunk át, hanem átadjuk az x-et. Na most x értékét ugyan beállítjuk itt valamire, de itt menet közben ez akár változhatna is a programunkba. Tehát ezt itt átállíthatnánk bármilyen más értékre, és akkor itt nyilván megint hibát követnénk el. Jó, és akkor itt megint előjön az a hiba kezelése, akkor ezt hogy ellenőrizzük, hogy nézzük meg, és akkor itt tényleg ilyen nagyon-nagyon nehézkes hiba kezelések is jöhetnének, amit nem igazán szeretünk. Na most az, hogy itt a mágikus konstansokkal mit csinálunk, hát mondjuk csinálhatnánk azt, hogy itt fölveszünk egy ilyen konstans számot, mondjuk ez a frame width, tehát a frame-nek a szélessége. Tehát fölveszünk egy ilyen konstans értéket. Ez egy fokkal talán jobb, mint a semmi. És akkor igazából itt ezt használjuk. Ó, tehát nem ezeket a mágikus számokat, hanem akkor itt már konkrétan használjuk ezt a konstanst. És akkor ezt már tudjuk itt akár ellenőrizni is, tehát mondjuk itt tudunk ilyet csinálni, hogyha mondjuk az x minusz a frame width az kisebb, egyenlő, mint nulla, akkor dobjon egy hiba üzenetet. Non-positive length-re mondjuk. És akkor itt tudunk, hát kiteszem most már nagyba, mert lassan olyan hosszú lesz. És akkor itt tudunk vagyolni is egyet, hogyha az y mínusz a frame width kisebb, egyenlő, mint nulla. De ez így megint ugyanaz, amit az előbb is csináltunk még az elején itt az ériával, hogy itt az elején megnéztük azt, hogy ez most kisebb-e, nagyobb-e, megfelelő értéke. Tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint az imént, csak ez így még bonyolultabb. Még átláthatatlanabb, még komplexebb az egész dolog. Nem használjuk így, nem így szoktuk csinálni. Jó? Tehát nem igazán szerencsés ezt így használni. Jó. Okés. Viszont akkor tényleg lépjünk is tovább, és akkor nézzük meg, hogy tehát lépegessünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is lehet ezt akár jól is csinálni. Úgyhogy én ezt most elmentem megint egy másik néven. Ez legyen a Runtime Error 3. És akkor én innen szépen kigyomlálom azokat a dolgokat, amik nem igazán szerencsések. Csak hogy kicsit előkészítsük ezt a dolgot. Hát talán még ez a Constap Express itt maradhatna. Hát, de tegyük be a függvénybe. Én azt mondom. Legyen így bent a függvényen belül. Oké, és akkor hát szerintem ez így nagyjából rendben is van. Ugye itt az éria függvényt így hívjuk. Jó. Na, és akkor kicsit egyen lépjünk közelebb a megoldáshoz. És akkor nézzük itt meg
függvényen belül megint csak itt ellenőrizzünk, ugyanúgy, ahogy az imént is. Csak most ne hibakódot adjunk vissza, hanem adjuk itt ezt az error, tehát hívjuk itt az error függvényt. És akkor ez a non-positive area argument hiba lesz. Tehát itt az fog történni, hogy itt, hogyha nyilván nem nullánál nagyobb a valamelyik szám, akkor hívjuk ezt az error függvényt, és ezzel a hiba üzenettel a programunk kilép. Hát ez itt most egy megfelelő megközelítés lehet. Ellenőrizzük azt, hogy az argumentumaink rendben vannak-e, és vissza, tehát hívjuk ezt az error függvényt, kér egy hiba üzenetet, majd a program kilép. Na de akkor nézzük meg, hogy jól működik-e. Először próbáljuk meg pozitív argumentumokra. Ez most már nekünk a Runtime Error 3 programunk lesz. Oké, futtassuk is le. Jó, hát, na és akkor mit látunk? Pillancsunk is rá, hiszen látjuk, hogy 2-re és 4-re hívjuk. Na most itt az area függvényünk, először hívódik 2-re és 4-re, itt megjelenik a két szám, látjuk, hogy mindkettő nagyobb, mint 0, tehát ide ugye nem ugrik a vezérlés, tehát ez a függvény nem, tehát nyilván mivel ez a feltétel hamis, ugye ez nem hajtódik végre, hanem ugrik ide a vezérlés, kiszámoljuk, hogy 2x4, az 8, visszatérünk, itt megjelenik a hívási helyen a 8 érték, ezt értékül adjuk ennek a változónak, majd szépen kiírjuk. Szuper, rendben is vagyunk, mehetünk tovább. Újra hívjuk az area függvényt, most 3-ra és 7-re látjuk, hogy itt két literálra hívjuk tulajdonképpen, két integer literálra, vagy konstansra, 3 és 7, látjuk, hogy itt is mindkettő nagyobb, mint 0, tehát átmegy az ellenőrzésen, itt ugye visszakapjuk, hogy 3x7 az 21, és kiírjuk a 21 értéket, szuper, rendben vagyunk. Na, megyünk tovább, hívjuk a framed area függvényt, itt átadjuk x-et, ami 2, valamint átadjuk a 7-et, ami 7, nyilván. Mi történik? Ugye itt vagyunk a framed area függvénybe, itt megjelenik a 2, illetve a 7. Most ugye látjuk, hogy itt mi az sima area függvényt használjuk, csak még mielőtt azt meghívnánk, kivonjuk belőle a keretnek a szélességét, ami 2. Na most jelen esetben ugye az x is 2, illetve a keret szélessége is 2, tehát itt az area függvényt már 0 paraméterrel fogjuk hívni, tehát itt a szélesség az 0 lesz. Hát az, hogy pontosabban a hosszúság 0 lesz. Hát a szélesség az itt ebbe az esetben 5, mert ugye 7-ből 2 lesz, ugye itt 7 értékre hívjuk, tehát a 7-ből 2 az 5, tehát itt a szélesség az 5 lesz, ez ugye nincs is probléma. Na de látjuk azt, hogy innentől kezdve ez itt igaz lesz ez a feltétel, mert hogy ugye a length az egyenlő 0 ebbe az esetbe, és itt látjuk, hogy rögtön hívjuk a error függvényt, és ez az, ami itt történik. Tehát ez az, ami itt látszódik is, hogy itt már hívódik ez a hiba. Egy kis hiba kezelő függvény, és itt ki is lép a programunk. Jó. Hát ez az, amire gondolnánk, ez egy fokkal már jobb hiba kezelés, sőt, később majd látni fogjuk, hogy igazából ez a megoldás. Más kérdés, hogy most még nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez az error függvény hogyan működik, de majd mindjárt megnézzük egy pillanat múlva. Jó. És akkor látjuk, hogy itt a program már nem is megy tovább igazából, mert ugye itt a framed area változót használnánk a továbbiakba is, és nyilván, ha itt már valami illegál érték van, tehát valami helytelen érték, akkor ez is rossz lesz értelemszerűen, és akkor már ne bonyolítsuk, tehát ne fusson tovább a program, lépjen ki. Ez egy aránylag jó megoldás, amit itt most látunk. Később beszélünk arról, hogy mi ez az error függvény, és akkor meg fog mindenki világosodni, hogy jaj, hát igen. De akkor nézzünk, pillancsunk már a prezentációra,
Csak hogy ugye ilyen kis szamár vezetőnk legyen. Beszéltünk ezekről a hibákról. Ugye itt a típus hibák, nem jól használjuk a típusainkat, tulajdonképpen itt erről van szó, illetve arról, hogy olyan logikai hibákat vétünk, amik hát nem jók. Nyilván ettől még a program lefordul, lefut, de ez egy logikai hiba. Jó, akkor beszéltünk mi is itt arról, hogy rosszak a függvényparaméterek, és akkor hogy milyen lehetőségeink vannak ezt kezelni. Hát első lehetőségként itt azt írja, hogy ne csináljunk ilyet. Hát de ez azért ritkán kielégítő válasz, főleg, hogyha a usertől várunk adatot, képes a születési dátumát is negatívan beírni. Nyilván nem kielégít a válasz, kezelni kell. Akkor beszéltünk erről, hogy a hívó oldal ellenőrizzen, tehát ez volt a legelső megoldásunk, amit néztünk, hogy mielőtt hívjuk a függvényt, megnézzük, hogy X és Y az pozitíve. Tehát ez a caller vagy hívó oldali ellenőrzés. Beszéltük is, hogy nehézkes ezt szisztematikusan megoldani. Egész egyszerűen, hogyha egy függvényt meghívunk 10.000-szer egy programba, nem tehetjük meg azt, hogy mind a 10.000 helyen leellenőrizzük, mielőtt hívjuk, hogy biztos jó-e. Jó. Másik megközelítés, hogy ellenőrizzen a függvény, és akkor itt volt ilyen, hogy adjunk vissza egy hibakódot, de erre is azt mondtuk, hogy ne. Állítsunk be egy státuszindikátort, vagy valami ilyesmi változót, hát ezt se csináljuk, vagy dobjunk egy kivételt, erre fogunk majd mindjárt megnézni, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Jó. Másik dolog az, hogy nem mindig tudjuk megváltoztatni a függvényt, vagy nem mindig szerencsés megváltoztatni a függvényt. Erről majd később fogunk részletesebben beszélni, de már most is látjuk, hogy nagyon sok függvényt nem mérünk, mi csak használjuk ezeket. Ugye az STD Lib Facilities-ben is van csomó függvény, például ez az error, hogy egész egyszerűen nem mi írtuk. Nyilván bele tudnánk nyúlni, de ne tegyük azért, mert nem szerencsés. Jó, és akkor itt pár dolog, hogy amit néztünk is, hogy hogyan jelentsük ezt a hibát. Ugye első rész itt volt, hogy visszaadunk egy ilyen kis hibakódot, és akkor ezt itt ellenőrizzük, hogy ez mekkora ez az E, ha kisebb, mint nulla, akkor valószínűleg ezt a hibakódot adtuk vissza, és akkor kiírhatjuk a hiba üzenetet. És akkor mondtuk, hogy mi van, ha ezt elfelejtjük, illetve hát nyilván az, hogy nem minden függvénynél létezik rossz érték. Tehát nyilván a területnél be tudunk állítani egy rossz értéket, de mondjuk ilyen min-maxnál vagy ilyesminél mi a rossz érték. Nem nagyon tudjuk ezt így kezelni. Jó. A másik ugye volt ez a státuszindikátor. Ugye itt Ernő van, C-ben például ez a neve ennek az ilyen globális státuszindikátornak, hogy Ernő, és akkor ezt itt kívül megint csak ellenőrizzük. De ez megint az, hogy mi van, ha elfelejtem, beszéltünk erről is, hogyan válasszok olyan értéket a hibakódomnak, ami különbözik mástól. Ugye nyilván ez egy globális változó, tehát itt ezt más függvények is használhatják, más programok is használhatják ezt, tehát nehéz ezt így szisztematikusan kezelni. És hát mit kezdjük a hibával, hogyan kezeljem a hibát? Jó? Tehát nehéz ezt így azért kezelni. Jó. Tehát amit eddig néztünk, azok igazából nem azt mondom, hogy rossz megoldások, de C++-ban van nekünk egy sokkal jobb megoldás, és később ezt fogjátok használni Java-ba is, C-sárba is, ezt pedig úgy hívjuk, hogy kivételkezelés. Jó? Tehát dobjunk egy kivételt, vagy úgymond throwing an exception, ahogy a könyvbe fogjátok majd látni. Tehát dobjunk egy kivételt. Jó? Oké, na és akkor ezt nézzük meg, hogyan is működik. És akkor lépjünk is tovább, és akkor ezt megint elmentem egy új néven, és akkor ez már az exception lesz. Így van. És egész egyszerűen annyi módosítást kell tennünk, hogy itt nem az error függvényt hívjuk, hanem úgymond dobunk egy kivételt, mégpedig jelen esetben dobunk egy ilyen bad area kivételt. Jó. Na most, anélkül, hogy a mélységébe belemennék most, hogy mi ez a bad area, ez egy ilyen kivételkezelő osztály lesz nekünk.
De az, hogy mi ez az osztály, erre majd később fogunk kitérni. Egyelőre annyit kérnék tőletek, hogy fogadjátok el, hogy ez egy ilyen kivételkezelő osztály. Jó. És amikor ez a hiba itt van, dobjuk ezt a bad area kivételt, tehát ezt a rossz terület típusú kivételt. Viszont, hogyha dobjuk, akkor ezt valahol el kell kapnunk. Milyen meglepő. És kapjuk el ezt a main függvénybe. Na most, hogyan tudunk kivételeket elkapni? Egész egyszerűen azt a részt, amit figyelni akarunk, azt be kell tenni egy úgynevezett try-catch blokkba. Na most, ugye try-catch blokkot többféleképpen tudunk létrehozni. Egyrészt tudunk lokálisan is úgymond egy ilyen try-catch blokkot, de tudunk olyat is, hogy egy teljes függvényünk lesz egy ilyen try-catch blokk. Tehát itt annyit kell tennünk, hogy ide a main függvényünkbe mielőtt indulna, beírjuk, hogy try, és miután végződik, írunk egy ilyen catch részt, ahol a paraméter listába meg kell adnunk azt, hogy milyen típusú kivételeket akarunk ott elkapni. Jó? Hát jelen esetben bad area típusú kivételeket akarunk elkapni, és itt a blokkon belül pedig meg kell határoznunk azt, hogy mit akarunk csinálni, ha ezt elkapjuk. Hát itt most kiírunk egy egyszerű kis üzenetet, bad arguments to area. Hát egy nagyon egyszerű kis hiba üzenet, igazából itt nekünk ez most megfelel. Jó, tehát mi történik még egyszer? Azt csináljuk, hogy létrehozunk egy ilyen bad area kivétel osztályt. Erről tényleg később fogunk beszélni, hogy ez pontosan mit is csinál, meg hogyan is néz ki. Egyelőre csak annyi a dolgunk, hogy ha itt érzékeljük a hibát, tehát az, hogy valami hiba van, akkor dobjuk ezt a kivételt. Tehát dobjuk ezt a bad area típusú kivételt. Oké. Na most valahol el kell kapnunk, hol kapjuk el? Hát nyilván, ahol a hiba keletkezhet, nyilván itt a hívási helyen, itt keletkezhet hiba. És itt annyi a dolgunk, hogy ezt beletesszük egy ilyen try blokkba, azt a részt, amit figyelni akarunk. Nyilván itt megtettük volna ezt lokálisan is, majd megnézzük azt is, hogy azt hogyan kell. És hogyha itt van egy ilyen try blokk, akkor legyen egy olyan rész, ahol kezeljük ezeket a hibákat, tehát úgymond elkapjuk ezeket a hibákat. Jó. Na de ellenőrizzük le, hogy jól működik ez a program, és hogy vétettem-e hibát. Hoppá. Exception. Így van. Jó, egyelőre jól működik, de ellenőrizzük le. Jó. Na mi történik megint itt a mi kis programunkban? Ugye látjuk azt, hogy 2-4-jel hívjuk ugye az area függvényeket. Hát ez itt rendben van, itt lesz két pozitív szám. És amikor ugyanúgy, mint az imént, a frame area-t hívnánk 2-vel és 7-tel, akkor ugye megint az történik, hogy itt ugye a 2-2 miatt ez nulla lesz, és itt amikor ellenőrizzük, ugye ez a feltétel igaz lesz, tehát annyit csinálunk, hogy itt dobunk egy ilyen bad area kivételt. Jó? Ez a bad area kivétel pedig itt meg fog jelenni, konkrétan hát valahol itt fog dobódni ez a bad area kivétel, amit itt el fogunk kapni. És itt pedig meghatározzuk azt, hogy amikor ezt a bad area kivételt elkapjuk, akkor ez az egyszerű kis kiírás történjen. Jó. Na most, ami nagyon fontos, hogy amikor valahol dobódik egy kivétel, és azt elkapjuk, akkor a vezérlés rögtön ide a catch blokkra fog ugrani, tehát a programnak jelen esetben itt a maradék része már nem fog lefutni. Emlékeztek? Az imént is valami ilyesmi történt, amikor itt az error függvény volt. Csak most megnyitom nektek gyorsan. Azt hiszem ez volt az. Így van. Tehát itt, amikor ugye itt a sima error függvényt hívtuk, akkor is, amikor itt ez a hiba történt, tehát amikor érzékeltük ezt a hibát, itt is nem futott tovább úgymond ez a rész, tehát innen ugrott rögtön a catch blokkra. Jó? Csak mondom példaként, hogy ez az error függvény is egyébként egy kivétel dob belül, amit nem kapunk el, de na, itt is hasonlóan működik.
Jó, tehát amit itt látni kell, hogy itt egy try blockban folyamatosan figyeljük azt, hogy dobódik-e úgymond kivétel, tehát történik-e kivétel, és hogyha igen, akkor rögtön ugrunk ide a catch blockra, és itt kiírjuk a hibát. Ahogy azt itt látjuk is egyébként a futásunkban. Jó, rendben van. Ami egy kis apró megjegyzés, hogyha mi van, hogyha nem rakjuk try catch blockba, akkor mi történik? Joggal kérdezhetnétek. Most itt kitörlöm, hogy akkor mi történik. És akkor futtassuk újra. Ugye a program ugyanúgy lefordul, ugyanúgy fut, viszont ugyanúgy dobódik a kivétel. Jó, tehát ugyanúgy látjuk, hogy dobódik a kivétel. Viszont nincs lekezelve, és ezért csak egy ilyen, hát ilyen misztikus valami üzenetet ír ki. Aki esetleg emlékszik C-ben, az biztos, hogy kapott ilyen segmentation fault, meg ilyesmilyen misztikus üzeneteket. Fogunk erről is beszélni később. Tehát látjuk, hogy a kivétel dobódik, csak valami misztikus üzenetet kapunk, ahelyett, hogy valami rendes üzenetet kapnánk, amit mi itt a catchblockban az imént csináltunk. Mit jelent ez nekünk? Ez konkrétan nekünk azt jelenti, hogy egy ilyen kivételt nem tudunk elfelejteni, lekezelni. Jó? Mert mindenképpen kapni fogjuk a kivételt, csak itt ebben a konkrét esetben hát egész egyszerűen az történik, hogy nem kezelődik le úgymond a kivétel, hanem a program kilép és kiír valami üzenetet. Jó? Tehát a lényeg az, hogy a kivételkezelést nem tudjuk elfelejteni, nem tudjuk elfelejteni az ellenőrzését. Ugye az error is egy kivétel dob, így van, tehát ezt is betehetjük ide egy ilyen try catch blockba. Próbáljuk meg egy ilyen runtime error kivétellel. Ezt mindjárt megmondom, hogy pontosan mit jelent. Hát itt írjuk ki ennyit, hogy runtime error. Talán. Jó, és akkor csak tényleg pillancsunk rá. Így van. Ezt itt szépen most már lekezeltük, mert az error függvény az egy ilyen típusú kivétel dob. És akkor innentől kezdve már így szépen elegánsan le tudjuk kezelni. Ugye ugyanezt a hiba üzenetet kaptuk, amikor nem kezeltük le. Erre gondolsz. Így van. Tehát ez a abort, core, dumped, fogalmam sincs, hogy mi történik. Csak itt a runtime errorban van egy ilyen extra kis dolog, hogy kiírja magát a hiba üzenetet is. Pillancsunk rá még, hogy is van, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen ezen a dián ezt látjuk, hogy így kéne használni. Itt látjuk, hogy itt is dob egy ilyen bedéri a kivételt, és itt a mainbe pedig elkapja úgymond a hibát, tehát ahol használjuk igazából ezt a függvényt. Na jó, akkor pörgessük végig még ezt a prezit. Tehát ahogy mondtam is, hogy az a kivételkezelés egy teljesen általános dolog, a legtöbb programokban így használjuk. Bármilyen hibát kapunk, akár külső library-t használunk, mindjárt megnézzük, ilyen kivételkezelést használunk. Nem lehet elfelejteni, ugyanis a program kilép, hogyha nem kezeled a kivételt, tehát mindenképpen ki fog lépni. Tudunk úgy kivételt kezelni nyilván, hogy ne lépjen ki a program. Jó, ezt fogjuk majd megnézni, amikor írjuk a számológépet. Csak nem minden féle hiba kezelhető kivételekkel, legalábbis ami a programunkban keletkezik, nyilván amilyen hardveres vagy ilyesmi, azt azért nehéz, de a legtöbb hiba kezelhető így kivételekkel. Persze, ettől még nekünk kell találni, hogy hogyan is kell kezelni, illetve hogy mi történjen akkor, amikor valami hiba keletkezik, de hát nyilván ez sohasem egyszerű. Jó, rendben van. És akkor nézzünk még egy példát erre, ezt az out of range kivétel, erre nézzünk rá, ugyanis a vektorainknál ez előjöhet, és akkor átnyitok egy teljesen újat, mert ez egy teljesen más dolog lehet, tehát más dolog lesz, és akkor hát el is mentem itt, hát legyen ez a range error. Így van.
Jó, csak hogy nézzünk egy példát még erre a kivételkezelésre. Jó. És akkor ugye itt a vektorainknál lesz egy ilyen kis kivételkezelés, úgyhogy én rögtön a main-t egy ilyen try blokkba fogom írni, ahol annyit csinálunk, hogy készítünk egy ilyen vektort, mégpedig egészek vektorát, és ebbe a vektorba fogunk beolvasni sima egyszerű integereket, ugye a szokott módon, ahogy eddig is csináltuk, és ezekkel a számokkal fogjuk föltölteni a vektorunkat. Jó. Tehát amíg integereket írunk be, addig szépen töltjük a vektort, hát ezt korábban már csináltuk. Na most csináljuk azt, hogy írjuk ki ezeket a vektornak az elemeit. Egyelőre úgy, ahogy kell, és úgy, ahogy szoktuk. Így van. És simán csak írjuk ki, de egy picit formázzuk meg, tehát hogy a V ijedik eleme az legyen az egyenlő, de ugye így írom, hogy nehogy véletlenül összekeverjük VI-vel. Jó, és írjuk ki a VI-edik elemét is. Jó. És akkor adjunk vissza egy nullát. Hát, egyelőre ellenőrizzük le kivételkezelés nélkül, hogy jó-e. Jó. Csak hogy biztosan jól dolgozunk-e eddig. És akkor ez lesz a range error programunk. Jó, és akkor itt írjunk be értékeket, és egészen addig, amíg nem egész írunk be. Jó, és itt szépen ki is írja nekünk. Látjuk, hogy itt a nulladik értéktől a negyedik értékig szépen kiírja az összeset. Na! Akkor vétsünk itt egy klasszikus hibát, mégpedig ezt. Ezt nagyon sokszor szoktam látni. Ugye, mi történik itt? Ugye a vSize az azt mondja meg, hogy a V éppen mekkora, tehát hány elemet tárolunk ebben a vektorban. Ugye itt 5-öt írtunk be, tehát 5 lesz a size-nak az értéke, amit visszaad. És nyilván, hogyha itt a ciklusunk 0-tól megy 5-ig, akkor ott már az 5-ös számú elemet is ki kéne írnunk, de hát olyanunk nincsen, ugye? Tehát nincs 5-ös számú elemünk, mert csak 4-es számú van, tehát 0-tól 4-ig megy, 0-tól 5-ig nem, 5-ödik nincs. Hát mi történik ilyenkor? Pillancsunk rá. Írjunk be ugyanúgy értékeket. Jó, és látjuk, hogy szépen kiírja az első 5-öt, ahogy kell, viszont a hatodiknál ugye dob nekünk egy ilyen range error típusú kivételt, ezt a kivételt dobja. Jó, úgyhogy ezt nekünk el kellene kapnunk, ugye? Ez az a klasszikus dolog, amit C-ben úgy hívunk, hogy ez a túlindexelés. Ott ráadásul még nem is feltétlenül kivétel, de erről majd később fogunk egy kicsit beszélni. Na, úgyhogy akkor kezeljük le ezt a kivételt, tehát kapjuk el. Hát, legyen ez most ilyen out of range típusú kivétel. Első körbe. És hát írunk egy hibaüzenetet, mondjuk így, hogy range error. Nem túl beszédes, de legyen egyelőre ennyi. Lássuk, hogy működik-e. Hova? 8, Q-val lépjünk ki. Így van. És amikor a V5-öt írnánk ki, akkor ad nekünk egy ilyen range error hibaüzenetet. Jó? És ez még egy elég jól formázott kis dolog is, mert ez még viszonylag jól látszódik is, hogy itt mi történik. Jó. És akkor itt nyilván ezt tudjuk javítani. Na. Akkor a kérdés,
ugye fölmerülhet bennetek, hogy ugyan mi dobja a hibát, és hogy hol keletkezik a kivétel. Na most látjuk azt, hogy itt a kiírásban tudunk egy nagyon picit, icipicikét nyomkövetni, hogy itt V4-ig ez egészen jól működik. Itt írjuk ki ugye a 4-est, itt pedig a V4, tehát a vektor 4-es számú eleme az ugye 8 lesz, tehát szépen azt is kiírja. Na léptetjük egyet tovább a ciklust, itt akkor már 5 lesz, és azt itt szépen kiírjuk, hogy V5, tehát eddig a programunk lefut, viszont itt ez már nem íródik ki, hanem itt keletkezik ez a range error nevű kivétel. De most mi történik itt? Ugye amikor vektornak valamelyik elemére hivatkozunk, akkor ezt a szögletes zárójel operátort használjuk. Később meg fogjuk nézni ezt is részletesen, hogy hogyan működik. Igazából amit itt látunk, az egy operátor. És egy operátornak a hívása. A vektor típusban, tehát ebben a vektorban definiálva van ez, hogy ezt a szögletes zárójel operátort hogyan kell használni és hogyan működjön. És ott egész egyszerűen annyi történik, hogyha itt egy olyan számot írunk, ami nagyobb vagy egyenlő, mint a size, akkor dobunk egy kivételt. Tehát egész egyszerűen ez az operátor fog nekünk egy hibát dobni. Ahogy mondtam, később meg fogjuk ezt pontosan nézni, és részletesen nézni, hogy hogyan is működik. Most igazából csak annyi dolgunk van, hogy a vektor tudja magáról, hogy hány elemet tárol, és hogyha az az index, amire hivatkozunk, az egyenlő vagy nagyobb, mint ez a méret, akkor dob egy kivételt. Jó? És ezt a kivételt már valahol el tudjuk kapni, vagy ha nem kapjuk el, akkor egész egyszerűen a programunk kilépés megáll, de ha így elkapjuk, akkor még egy kis hibaüzenetet is ki tudunk írni. Jó? Tehát tényleg röviden csak annyi, és most egyelőre legyen is elég, hogy a vektornak a szögletes zárójel operátora, vagy subscript operátora az, ami dobja nekünk a kivételt, hogyha olyan elemre hivatkozunk, ami már nincs a vektorban. Jó, rendben van. Na, pár apróság még itt, amit kiemelnék, hogy pontosabban, ami még lehet javítani, hogy ugye itt a cout-ot igazából csak a sima alapkimenetre szoktunk használni. Van egy olyan változatunk, hogy cr, ez a standard hiba kimenet. Hogyha valami hiba üzenetet akarunk kiírni, vagy valamilyen hiba keletkezett, és azzal kapcsolatban akarunk valami tájékoztató üzenetet kiírni ide a terminálra. Illetve tudunk olyat, hogy nem nullával tér vissza a main, hanem egyel. Na most ilyenkor, ez tényleg csak ilyen apróság, ilyenkor annyit jelzünk az operációs rendszernek, ugye aki tulajdonképpen elindította a programot, hogy valami hiba történt. És így akkor már az operációs rendszerben is tudunk némi kis hibakezelést kérni. Most ez most még nem fog nekünk megjelenni, meg nem fogjuk ezt látni, de érdemes ezt is így használni. Jó, ez az egyik. Másik ilyen megjegyzés, hogy több ilyen catch blokkot is tudunk egymás után tenni. Lehet, hogy ezt se fogjuk még most igazából használni. És ide akkor tudunk más típusú kivételkezelést is írni. Nyilván ez a pont-pont-pont, ez igazából annyit jelent, hogy nyilván mivel itt több catch blokkot is tudunk, többféle kivételt el tudunk kapni. Ez a pont-pont-pont, ez azt jelenti, hogy azok a kivételek, amikre nem tudunk külön kivételkezelést írni. Például itt ki tudjunk írni egy ilyen range error hiba üzenetet, vagy sok más egyéb hiba üzenetet ki tudunk írni. Ez az ilyen alap, tehát ez a last resort, tehát amikor már olyan hiba keletkezik, amit nem tudunk kezelni. Vagy nem készült fel rá a program, hogy kezelje. Jó? És akkor ide például kiírhatunk egy ilyen return 2-t. Mondjuk. Jó, rendben van. Na, ezek csak ilyen apróságok, ezeket fogjuk majd használni a későbbiekben is. Pörgessük végig most már tényleg ezt a prezentációt. Látjuk, hogy túlindexeli a dolgot. Ugye itt a v.size az még rendben van. Mondjuk itt konkrétan egy ilyen 10 elemű vektort hoz létre.
És itt ugye ez a kisebb egyenlőig megy, tehát egyel tovább megy, mint kéne. Jó? És akkor itt látjuk, hogy a vektornak ez az operátora, tehát a subscript operátora jelenti a rossz indexelést. Megbeszéljük majd, hogy ez pontosan hogyan működik. Jó. Nyilván ezt a range for ciklussal nem lehet elrontani, tehát hogyha a range for ciklust használjuk, akkor rendben vagyunk, akkor azzal tényleg jól fog működni. Jó, na menjünk tovább. És akkor nézzük meg ezt a debugolást, hogy hogyan is működne meg, hogy kéne ezt csinálni. Itt van egy olyan javaslat, hogy hogyan ne csináld, hogy amíg úgy tűnik, hogy nem működik a program, véletlenszerűen keres furcsa dolgokat a kódban, és javítsd ki, hogy jobban nézzen ki. Na hát így ne csináljuk. Nyilván valami szisztematikus dolgot kell itt majd nekünk kitalálni. Fő kérdés az, hogy honnan tudjuk, hogy a program jól működik, és ez nyilván nem egyszerű. Nagyon sok tesztelést igényel, főleg a komplexebb programok, az összetettebb programok, de ez nyilván egy más lapra tartozik. De ez a fő kérdésünk. És akkor alapvetően sokat segíthetünk azon, hogyha jól struktúráljuk a programunkat. Legyen könnyen olvasható, így az egy esetleges bugok, hibák is könnyebben észrevehetőek. Kommentezzünk, tehát tegyünk oda kis megjegyzéseket, hogy mikor mit csinálunk, mikor mit csinál az a kis programrész, az a sor. Jövő héttől, amikor elkezdjük a számológépet, már én is fogok kommentezni, most még nem akartam, mert ne menjen vele az idő, de tényleg a számológépet, amikor elkezdjük írni, már én is fogok kommentezni. Viszont ezek ne legyenek túl hosszúak, meg legyenek viszonylag egyértelműek, meg érthetőek. Sok esetben azért ne, tehát nem mindig segít a komment, de legyenek ott. Ugye beszéltünk már korábban, használjunk sokat mondó neveket, ez egyértelmű, tehát az ilyen furcsa rövidítések, azokat próbáljuk megkerülni, használjunk beszédes neveket, vagy írjuk oda kommentbe, hogy az pontosan mit csinál. Jó, indentáljuk a kódot, tehát legyen szép a tördelés. Sok olyan kódot láttam már most is, hogy igazából ilyen semmi tördelés nincs. Ez azért bizonyos szint után nehezen áttekinthető. Most még ez éppen látható, de legyen szépen így be, úgymond indentálva a kód, tehát legyen így szépen betördelve, hogy jól nézzen ki. Jó, ebbe segíthet az IDE, segíthetnek az ilyen advanced IDE-k, talán a CodeBlocks, meg KDevelop, meg ilyesmi, de azért nem mindenben segít. Ez a ti dolgotok, ezért is mondom, hogy használjunk kezdetben sima szövegszerkesztőt, Sublime-ot vagy G-editet, mert ott akkor nekünk kézzel kell megcsinálni, és akkor ott könnyen megszokni. Nyilván használjunk függvényeket, erről is beszéltünk korábban, hogy szedjük szét apró részekre a programunkat. Nyilván ne legyenek túl hosszúak, illetve van ez a szempont, hogy egy függvény egy dolgot csináljon. Amikor írjuk a számológépet, erre megint csak ki fogunk térni, hogy ez pontosan hogy néz ki. Jó? Tehát használjunk függvényeket, mert könnyebb debugolni a programot, hogyha úgy van. Kerüljük a túl komplikált kódot, sok-sok egymásba ágyazott ifet, meg egymásba ágyazott ciklusokat igyekezzünk kerülni. Néha nem lehet, néha muszáj, de igyekezzünk egyszerűsíteni a kódunkat. És ha már egyszerűsítés, használjunk library-ket. Ezeket már most is használjuk. Például múlt héten megnéztük a sort függvényt. Nem írjuk meg a sort függvényt, hanem használjuk a beépítettet, vagy pontosabban a standard library-nek a sort függvényét, de sok más egyébre ezt majd fogjuk tudni alkalmazni. Jó? Használjunk library-ket. Oké, és akkor pár tényleg ilyen hiba, hogy első lépésként nyilván forduljon le a program, és akkor itt, hogy ugye például nem zárjuk le a string literált, vagy nem zárjuk le itt a karakter literált, ugye az apostróffal, itt ugye hiányzik a bezáró idézőjel, ugye figyeljünk oda a blokkokra, tehát ugye a kapcsoló zárójelek hogy vannak, jó, figyeljünk oda a zárójelekre, de gondolom ilyen hibákat már azért sokan kaptatok. Ha aki programozik, az kapja a hibákat, ebben biztos vagyok. Jó.
Figyeljünk oda a deklarációkra, ott van a header, beinkludoltuk el a headert, ilyeneket is láttam már a héten, hogy hú, hol is van, ó, tényleg be kéne inkludolni, töltsük le. Jó, hát ezeket szépen, szépen lassan megszokjuk majd. Akkor figyeljünk oda a typóra, kis nagy betű, biztos, hogy úgy van-e, akkor itt is ugye a kis nagy betű megint csak, akkor ugye mi a változónak a neve, hogy nem CH, hanem C. Hát ilyenekre, ezeket már biztos, hogy kaptatok ilyet. Pontos vesző hiányzik. Jó. De ez egy természetes folyamat, ilyen hibákat mi is követünk el, meg nyilván professzionális programozók is követnek el ilyen hibákat. Jó. És akkor a debugolás kapcsán nyilván lépésről lépésre kövessük a programunk működését, tehát hogyha valamilyen furcsa hibánk van, nyilván futás közben, tehát már ott vagyunk, hogy a program lefordult, fut a program. Nyilván kövessük, és ugye az, hogy nem azt a eredményt adja, amit szeretnénk, tehát valami fura hiba van, nem az a szám van, ilyesmi. Egy nagyon jó megközelítés az, hogy kövessük a programunk működését szépen lépésről lépésre, és írjunk papírra. Tehát például itt van egy ilyen terület, itt van a területszámító kis programunk, és megnyitom újra. Mondjuk itt van a kis programunk, és akkor szépen egyesével mi is papírra. Fú, itt milyen eredményt kéne kapnunk? Hívjuk itt a függvényt, átadunk 2-t és 4-et. Na hát akkor nézzük meg. Itt megjelenik 2, 4, kiszámoljuk 8, és akár írhatjuk nyugodtan papírra. Hát itt 8-at kell kapnunk, és nézzük meg, hogy tényleg 8-at kaptunk. Ha igen, mehetünk tovább. Akkor nézzük meg 3-ra, 7-re. Megint 3-at adunk át, 7-et adunk át, kiszámoljuk, kiírjuk, és közben írjuk papírra is. Biztos ennyi az eredmény. És hasonlítsuk össze, hogy amit papírra írunk, meg amit nekünk a programunk kiír, az egyezik-e. Hogyha valahol eljutunk egy olyan pontra, ahol nem egyezik, akkor valószínű ott van a hiba. Jó? Valószínű. Jó. Ez egyfajta megközelítés. Tehát így úgy, mintha tényleg te lennél a program, tényleg kövesd a programodnak. Megfelelő a kimenet? Kérdezd meg, hogy tényleg jó így, hasonlítsd össze. Jó, ha nincs elég kimeneted, nyugodtan lehet ilyen kis hibaüzeneteket beletenni. Jó, ilyet szoktunk is elég gyakran, akár lépésenként. Ellenőrizd a változóid értékeit, biztos, hogy jók az értékek? Hol mehetett esetleg félre? Rosszul számoljuk a területet, rosszul számoljuk a négyzetet, vagy egyéb később lesznek nyilván bonyolultabb, sokkal-sokkal bonyolultabb számításaink. Ott már szépen lépésről lépésre ezeket végig lehet követni, nyugodtan lehet ilyen kis hibaüzeneteket belerakni, és itt majd már lesz jelentősége annak, hogy nem a CEO-tra, hanem a CR-re írjátok ezeket a hibaüzeneteket. Jó? Oké, és tehát nyugodtan ilyeneket tehetünk bele. Nyilván legyünk körültekintőek, arra figyelj, hogy a program mit mond, és hogy a kód mit csinál. Ne arra, hogy mit kellene, hogy csináljon. Itt is látjuk, hogy egy csomó hiba van, tehát itt is, hogy ugye nullától megyünk, de meddig? Tehát biztos, hogy itt a nullát kell ellenőrizni? Nullát akarjuk, vagy az i-t akarjuk ellenőrizni? Ugye, hogyha a nulla kisebb, mint a mon size, ez a feltétel valószínű mindig igaz lesz. Jó? Mert a hónapok száma mindig nagyobb, mint nulla. Jó? Tehát figyeljünk oda, hogy itt is mit akarunk. Valószínű itt i-t akarta a programozó. Tehát ne az legyen, hogy elsiklunk föl, egy i megy nullától, i kisebb, mint hanem tényleg figyeljünk oda, hogy mi van a kódban, tehát mit írtunk oda. Jó, itt a másik, hogy itt ez a klasszikus hiba, a kisebb egyenlő, itt is nagyon figyeljünk oda, hogy biztos, hogy egyenlő lehet. Jó, és akkor itt ugye mondjuk vektorn előjehet már a túlindexelés. Jó, másik hiba, melyik változót léptetjük? Itt ugye nem az i-t léptetjük, tehát nem a ciklus változót, hanem valami mást. Biztos, hogy ezt akarjuk? Hát, nem biztos. Jó, tehát itt is tényleg arra figyeljünk, hogy mi van a kódban, ne pedig arra, hogy minek kéne benne lennie a kódba. Jó, na lépjünk tovább. Nyugodtan illeszünk be ilyen sanity check-eket, tehát az a, ugye tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet-e ennyi. Emlékszem általános iskolában és a középiskolában is oldottunk meg sima egyenleteket, szépen kiszámoltuk az egyenletet, kijött egy eredmény. És tegyük fel azt a kérdést első körben magunknak, hogy lehet-e ennyi.
Tehát ez a váratlanul nagy szám, vagy váratlanul kis szám, vagy negatív szám. Tehát tényleg tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet-e ennyi. És erre tehetünk be ilyen kis sanity check-eket is. Például itt ez egy tökéletes példa, hogy az elemek száma kisebb, mint nulla. Hát elemszám nem lehet kisebb, mint nulla. Az elemszám vagy nulla, vagy valami pozitív érték. Jó? És hogyha kisebb, mint nulla, akkor biztosan írhatunk valami hibát, valami kis hiba üzenetet. Jó? Tehát erre is, ilyeneket is nyugodtan beilleszthetünk. Vagy ugye itt is, ami volt a terület példánál, hogy szélesség, hosszúság nem lehet negatív, tehát olyan nincs, hogy valami mínusz 3 cm hosszú. Jó? Ez is egyfajta ilyen sanity check volt, amit mi oda betettünk. Akkor ilyen, hogy a largest reasonable, tehát mondjuk egy hőmérsékletet akarunk nézni, és mondjuk nem a napnak a hőmérsékletét, hanem mondjuk a földön valamit akarunk hőmérsékletet mérni, akkor ha egy largest reasonable-nél mondjuk egy 100 foknál valami nagyobb, akkor ott lehet, hogy valami hiba van. Nyilván ez attól is függ, hogy mit akarunk, mert mondjuk egy gyárban egy ilyen vasöntödébe akarunk hőmérsékletet mérni, ott már más számok jönnek elő. De valószínűleg 1 millió fok fölé ott se fog menni a hőmérséklet, hát reméljük legalábbis. Jó? Tehát nyugodtan ilyen sanity check-eket be tudunk tenni, vagy mondjuk a napnak a hőmérsékletét, akkor mondjuk a lowest reasonable, tehát a lehető, hogy lehet-e bizonyos értéknél alacsonyabb. Nyilván a napnak a hőmérséklete nem fog mondjuk 1000 fok alá menni. Hát egy darabig még biztos, legalábbis reméljük, hogy a közeljövőben nem fog. Jó. Tehát ilyeneket is nyugodtan be tudunk, és hogyha valamilyen kis számunk jön, dobjunk egy hiba üzenetet. Jó. Vagy mondjuk, ha x kisebb, mint y, nyilván ez megint attól függ, hogy mi a feladat, meg mi a probléma, amit meg akarunk oldani, és akkor oda is tehetünk egy ilyen kis hiba üzenetet, hogy ez lehetetlen. Jó. Ezeket nyugodtan, bátran használjuk. Jó. És akkor nyilván egy-két ilyen sanity check benne is maradhat, akár benne is maradhat a későbbi production kódba. Nyilván ezeket majd valahogy le kell kezelni. Tehát az lesz a feladat, és a számológépes példánál ezt le is kell tudnunk majd kezelni. Még mindig jobb, hogyha egy program leáll, mint ha rossz eredményt ad. Persze ez függ a feladattól is, meg a programtól is. Most, hogyha mondjuk egy játékprogramba a grafika egy picit bebugol, mondjuk, mit tudom én, a Witcherbe Geralton átkrippel a szakálla, vagy ilyesmi, az még mindig jobb, hogyha benne van, mint hogyha leáll a program. Tehát tudok ennek egy ellenkezőjét is mondani. De maradjunk ennyibe. Alapvetően ez nyilván megint a feladattól függ. Jó, feladattól függ. Oké, és na mi van még itt nekünk? Így van. Jó, még ez a három dia van, gyorsan lepörgetjük. Oké, és külön figyelem az end cases-re, inicializálta-e a változót, értelmezhető-e értékre, jó paramétereket kap-e a függvény, jó értéket ad-e a függvény vissza. Ezeken úgy nagyjából átfutottunk, jól kezeljük az első és az utolsó elemet. Ezekre majd fogunk példát nézni, számológépnél ez elő fog jönni megint csak. Mit csinálunk az empty case-szel, tehát hogyha nincs elem vagy nincs input. Én nekem volt olyan kollégaként meg, hogy teszteljem a kis programját, és kellett regisztráció, ilyen e-mail címes jelszavas regisztráció ahhoz, hogy tud használni. Hát első dolgom az volt, hogy üres e-mail címmel beregisztráltam, tehát üres e-mail cím, és adtam valami jelszót, és engedett beregisztrálni. Hát igen, nem volt lekezelve az empty case. Előfordul az ilyen. Amúgy azóta is benne van a rendszerében ez a üres e-mail címes dolog. Nem mondom meg neki a jelszót. Jó, úgyhogy nyilván ezeket is le kell tudni kezelni, tehát mi van, hogyha a user nem ad be semmit. Simán benne van. A user nagyon sokféleképpen tudja elrontani a programunkat. Sok mindenre föl kell készülni. Nem várhatjuk el azt a usertől, hogy úgy gondolkodjon, mint egy programozó. Ó, hát ide születési helyet kell adni, akkor ott rendesen Google Maps-en megjelenő formába kell beadni. Nem. Tehát ilyet nem várhatunk el a usertől. Nagyon sokféle hibát tudnunk kell kezelni. Alapvetően sajnos mindent nem fogunk tudni. Törekedni kell arra, hogy amit lehet, azt tudjunk. Jó. Később előjön majd a fájlkezelés.
ott külön-külön nagyon érdekes dolgok jönnek elő. Fontos téma lesz, mert nyilván a legtöbb programban van fájlkezelés, és tényleg ki kell térnünk rá egy picit mélyebben is. Másik meg az, hogy egyáltalán beolvastuk-e az inputot, meg hogy egyáltalán kiírtuk-e. Hát itt is lehetnek izgalmas, érdekes dolgok. Jó. És akkor egy ilyen kis, pár ilyen kis idézet, hogy ha nem látod a bugot, rossz helyen keresed. Jó. Ne csak tippelgessünk, induljunk el a kódban onnan, ahol még biztosan jó, és ott kezdjünk el tényleg figyelni arra, hogy mi az, ami hiba lehet, írunk ki tényleg ilyen kis sanity check-eket, ellenőrizzük a változónk értékeit. Onnantól, hogy rossz, vagy fordítva, vagy rossz a kimenet, induljunk el vissza, hol romolhatott el, hol lehet a probléma. Jó? És nyilván, hogyha megtaláljuk, a javításnál is legyünk nagyon körültekintőek. Tehát olyan, hogy quick fix, ilyen nincs. Jó? Tehát erre tényleg figyeljünk oda. A quick fix-el tudunk újabb hibákat bevinni a kódba, tehát tényleg körültekintően javítsuk. Jó, és akkor a programozói vicc, megtaláltam az utolsó bugot. Hát ez a nirvana, de ilyen soha az életben nem fog előjönni. Jó, tehát bugok mindig lesznek a programba, törekedjünk arra, hogy javítsuk őket. Okés. Jó, és pár megjegyzés, hogy tényleg a hibakezelés alapjaiban sokkal nehezebb és tényleg nyűgösebb, mint a kódolás. Tulajdonképpen egy program csak egyfélképpen működhet jól, viszont nagyon sokféleképpen lehet valami rossz, ezért a hibák száma sokkal nagyobb, mint a jó megoldások száma. Minél többen használják egy programot, annál jobbnak kell lenni a hibakezelésnek. Nyilván, mert ahány ember annyiféleképpen fogja használni, föl kell készülni sok mindenre. Nyilván, hogyha a saját programodat elrontod, az a te bajod. Hogyha a programodat csak a barátaid használják, akkor a nem kezelt kivételek azok rövid úton a barátaid elvesztéséhez vezetnek. Viszont hogyha a programodat idegenek használják, és tényleg egy commercial programról van szó, akkor komoly anyagi károkhoz is vezethet. Azért láttunk olyan kiadott játékokat, amik hát nem voltak készek arra, hogy kiadják őket. A közelmúltban is sok ilyen volt, és bizony nagyon komoly gondokat okozott a kiadónak is, meg a fejlesztő cégnek is, anyagi károkat. Nyilván itt az elmaradt bevételre is gondolhatunk, meg tényleg a játékos bázis elpártolt tőlük, illetve az, hogy kiadott játékot nem úgy fejlesztettek tovább, nem úgy javították a hibákat, nem olyan ütemben, ahogy kellett volna, és nyilván a userek elpártoltak a játék mellől. Azért sok ilyenre látunk, hát sajnos, nem sajnos, sok ilyenre látunk példát. Jó? Úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelni. Egy dolgot viszont még nézzünk meg, és akkor ez a drillek kapcsán fog majd előjönni. Nem azt mondom, hogy most elkezdem megoldani a drilleket, csak megmutatom, hogy hogyan kéne majd megoldanotok a drilleket. Úgyhogy márhogy az ötös fejezet drilljeit. Úgyhogy erre nyitok is megint egy új fájlt, és akkor ezt kezdjük el megoldani, ugyanis egy ilyen úgynevezett scaffoldingba kell majd beletennetek a kódot, mit káromkodok, de mindjárt mutatom, hogy mire gondolok. Oké, és akkor itt lesz nektek egy main függvény, ami egyébként az egész egy try blokkba lesz. És a végén lesz catch blokkotok, mégpedig kettő. Így van. Igen. És itt pedig az kell majd, hogy ugyanúgy a standard hiba kimenetre kiírjátok a hibát, és itt már lesz arra lehetőségetek, hogy konkrét üzenetbe is megnézzétek, hogy mi az a hiba. Ez pedig ezzel a függvényhívással tudjátok megtenni, ugyanis ebbe a paraméterbe, tehát a catch-nek a paraméterébe tulajdonképpen ez az e-objektum referenciait meg fog jelenni, és ha hívjátok ezt a what tagfüggvényt, akkor az kiírja a hiba üzenetet. Jó? Egyelőre tényleg csak legyen elég annyi, hogy ennek a kivételnek a konkrét hiba üzenetét ezzel a what függvénnyel tudjátok elkérni.
Jó, és akkor itt megint visszaadunk egyet, mint ahogy az imént is, és itt pedig legyen egy olyan catch close, ahogy az imént is volt, ez a pont-pont-pont, és itt, itt pedig tényleg csak annyit írunk, mondjuk, hogy unknown unknown exception. Így van. Jó, és itt tényleg csak ennyi legyen, és itt meg mondjuk legyen egy return 2. Jó, és akkor a try blokkba kell majd nektek beírni a drilleknek a amit ki kell próbálni. Hogyha belelapoztok a könyvbe, lehet, hogy most nincs előttetek, de hogyha ránéztek a könyvbe, ott ilyen soronként vannak a drillbe a megoldandó feladatok. 25 sor van. Na most azt így szépen soronként, ha bekopipésztelitek ide, akkor fog működni, tehát ide kell bekopipésztelnetek egy sort, jó? És akkor a szépen ki kell javítgatnotok, és szépen új sorba át kell tördelnetek. Hát itt most beírok egy sort, csak tényleg példaként. See out success. Jó, ez az első feladata a drillnek, és akkor nézzük is ezt meg, hogy mit kell csinálni konkrétan. Élesebb szemüvek már láthatják, hogy itt bizony van egy hiba. Ugye egy ilyen tipó hiba van, nagy betűvel írtuk véletlenül a see-out-ot, ki kell javítani, újra lefordítani, és lefuttatni. Jó, és ezt kell csinálni minden egyes sorban van valamilyen hiba, ezeket kell kijavítani. Jó, így szépen sorról sorra. Csinálhatjátok azt is, hogy egy fájlba beírjátok az egészet, csak akkor az előző sort így tegyétek kommentbe, és utána másoljátok be a következő sort. Jó, javítsátok ki a hibát, hogyha megvan, fordít, futtat, jöhet a következő. Jó, tehát ezt kellene csinálni tulajdonképpen ebbe a ötös drillbe. Ahogy az lenni szokott ilyenkor, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.